Máté Szalkán számos beruházás van folyamatban, több fejlesztésről pedig nemrégiben döntött a város vezetése. Az Európai Uniós fejlesztések mellett akad olyan projekt is, ami a város saját pályázat nélküli beruházása. A Mátészalkai strandon június első felében nyílhat meg két új medence. Az egyik egy 400 köbméteres termálvizes gyógymedence, a másik pedig egy 10 köbméteres gyermekmedence, a legkisebbek szórakoztatására. Emellett megújulnak a kabinsorok és a strand környezete is. Mátészalka város önkormányzata és a Szalkavíz Kft. Közös beruházása, tehát ebben pályázati pénz nincs. Igyekszünk minél jobban a költségeket optimalizálni, tehát úgy éreztük, hogy mindenképp szüksége van Mátészalka város lakosságának is, illetve a strandnak is arra, hogy újra üzemeltethessen. Látható, hogy egy nagyon szép környezetben van ez a strand, nagyon nagy igény van rá. Tavaly is sokan kérdezték, hogy mikor lesz már új medencék, tehát most itt lesz a lehetőség, hogy júniustól meg tudjuk nyitni ezt a új két medencét is. Nem csak a medence újult, hanem a környezet is. Milyen plusz dolgok lesznek? Milyen szolgáltatásokat kaphatnak esetleg a látogatók? A medencék körül, hogyha körbenéznek, akkor teljesen új zuhanyfülkék, zuhanyzók, térburkolás, zöld felületeket majd ezt követően kezdjük helyrehozni, tehát füvesítés, parkosítás, tehát azt hiszem ugyanúgy, mint tavaly, mikor nyitottunk, tehát egy nagyon szép, kellemes környezetben tudnak majd itt a vendégek pihenni, szórakozni. Árak tekintetében lesz-e valamilyen változás, illetve kapnak-e kedvezményt a látogatók? Változás egy-egy csomagnál lesz, nagyon kismértékű, de szükségesnek tartjuk, ezt akkor vezetjük be csak, hogyha megnyílik a hátsó medence. Egyébként 90%-ban a régi árak maradnak, tehát ugyanaz, ami most aktuális bent az uszodában. A strandon már csak egy medence van, ami nem újult meg, ezt a jövő évre tervezi a város, attól függően, hogy az idei év látogató számai alapján mennyire lesz erre igény. Hanusi Péter, Mátészalka polgármester a vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm. Szép jó estét kívánok önnek is és mindenkinek. Polgármester úr, miért csúszott ki a pályázatok sorából a mátészalkai strand? Igen, ez nagyon jó kérdés. Most, amikor az uniós fejlesztési ciklus elkezdődött, a 2014-20-as, a turisztikai jellegű pályázatok abból a szempontból speciálisak, hogy többek között a strandfejlesztések is akkor érhetnek el sikert a benyújtott pályázatok között, hogyha már van előzménye. Igen, ám sajnos a Mátészalkán a strandot a tavaly évben az új képviselőtestület döntése alapján hoztuk rendbe, kezdtük el önerőből felújítani. Tehát nem volt előzmény, nem volt előzetesen beadott pályázat, elnyert pályázat, így értelemszerűen a mi pályázataink most nagyon-nagyon komoly hátránnyal indultak volna. És ezért a városvezetés úgy döntött, hogy nem várunk Európai Uniós fejlesztési forrásokra. Ha az előző önkormányzati vezetés nem így gondolkodott, mint mi, akkor mi ezzel nem foglalkozunk, és elkezdjük önerőből a strandot a városi igényeknek megfelelően kialakítani, szépíteni. Mekkora forrás áll rendelkezésre erre és miből? Tavaly egy 40 millió forintos nagyságrenddel kezdtük el a munkát, idén ismét egy ilyen 30-35 millió forintos fejlesztési forrást találtunk erre a város saját bevételeiből, költségvetéseiből, és ez azért nagyon komoly munka, mert ahogy a tisztelt nézők láthatták a bejátszásban, a Szalkavíz Kft. Ugye 100%-os önkormányzati tulajdonú cég. Tehát ez a munka, amit ők most elvégeznek, ennek durván 100-120 millió forint lenne a bruttó piaci értéke, de így, hogy saját céggel csináljuk önköltségi áron, nem tudok, hogy közmunkások bevonásával, csak a speciális szakmunkákat adtuk ki külső, mellesleg mátészalkai vállalkozóknak, épp ezért az ő ceruzájuk is nagyon vékonyan fogott. Tehát így ezzel nagyon-nagyon hatékony munkát tudunk elvégezni, és még egyszer mondom, nem indulunk olyan pályázatokon, aminek a megnyerésére gyakorlatilag semmi esély lenne, mivel ugye nem volt előzmény a korábbi pályázati ciklusok nyomán. Így viszont én azt remélem, hogy Mátészalka város lakossága, és mindenki, aki Mátészalka városba látogat, hamar birtokba veheti ezt a valóban egy fantasztikus, gyönyörű ősfás környezetben lévő strandot, ami az uszodánk mellett van, és azt azért hozzá kell tenni, hogy gyógyvíz sok helyen van, de ilyen gyógyvíz, mint Mátészalkán, aminek az a neve, hogy Szatmár kincse, ilyen viszont Hajdúszoboszlón sincs,
hiszen nagyon jól tudjuk, hogy annak idején ugye a 70-es években Mátészalkára nehézipart, teipart telepítettek, és úgy döntöttek valahol nagyon messze tőlünk, hogy Hajdúszoboszlón építenek majd strandbirodalmat, de igazoltan a mi gyógyvizünk, aminek ugye most egy termál medencét is felújítunk, ez a gyógyvíz sokkal jobb hatással bír az emberi egészségre, mint az országban nagyon sok helyen. Tehát gyakorlatilag ebből a szempontból mindenképpen érdemes ellátogatni a Mátészalkai strandra, hiszen valóban egy kincsel, Szatmár kincsével változhatnak meg az ott élők. Ezek szerint ezzel a felújítással, ezzel a beruházással nem csupán a helyieknek szeretne kedvezni a város. Milyen stratégia mentén határozta meg a fejlesztéseit a Mátészalkai önkormányzat a közelmúltban? Nagyon egyszerűen csináltuk ezt, ezt még a kampányidőszakban mértük fel, nagyon-nagyon sokat beszélgettünk az emberekkel, nagyon-nagyon sok jó javaslat volt, jó ötlet. Hát többek között a városi strand újra beüzemelése is, ugye az uszoda mellett, ez is nem a mi ötletünk volt, ez a városlakóknak az ötlete volt, és azt azért hozzájelz, tehát több száz százalékkal nőtt a kihasználtsága a strandnak, mióta csak az első két részletet megcsináltuk, úgyhogy ez egy nagyon jó visszajelzés arra, hogy ezt a munkát a város képviselőtestületének folytatni kell. A második nagyon-nagyon fontos dolog a munkahelyteremtés, éppen ezért ipari park bővítésről is beszélhetünk a későbbiekben, illetve sajnálatos módon az előző ciklusokban a város rehabilitációs projektet, mintegy 1,3 milliárdot a korábbi döntések nyomán visszaadott a város az adósság átvállalás előtt. Most ez azért probléma, mert így nekünk kell ezt is valamilyen más forrásból megoldani. A Zöld Város projekt kapcsán ezeket a belső városcentrumban lévő munkák egy részét igyekszünk elvégezni, hiszen ez már minden városban, a 2000-es városokban is megvalósult. Mátészalkán sajnos ez még hiányzik, de a pályázataink kapcsán, a topos pályázataink kapcsán ezt a hibát kiköszöröljük. Mekkora volumenű beruházás lesz mondjuk a Zöld Város projekt? Pontosan 662 millió forintos projekt lesz ez a Zöld Város projekt, ami tartalmazza a város közepén lévő, hát mi városi sportcsarnoknak hívjuk, de igazából az Eszter Tamás gimnáziumnak a sportcsarnok ez, nagy tornaterme, fogalmazzunk így, ráfér a felújítás bőven. Ezt az épületet újítjuk meg, illetve a város közepén lévő Hősök terének a felújítása, az előbb említettem a korábbi városra projekt elmaradása miatt, ezt szépen megcsináljuk, illetve ehhez illeszkedik a Kegyeleti Parknak a felújítása is, ami egy gyönyörű szép zöldövezeti terület lesz a mi elképzeléseink szerint. Most ez a város központhoz közel egy elég elhanyagolt terület, egy domb, egy használaton kívüli temetővel. Ezt kívánjuk rehabilitálni, illetve egy ilyen gyönyörű parkos közösségi teret kialakítani rajta, és mivel ez a Mátészalka legnagyobb pontja, a különböző regényekben, versekben a máramarosi bérceket is emlegetik, hogy Mátészalkáról azt látni lehet szép időben, igen, ez így van, és ezért egy szép, ha úgy tetszik, lehet így mondani, hogy egy ilyen kilátót fogunk építeni a város tetejére, és mindez, az egész konstrukció, ez kapcsolódik Mátészalka fényvárosa projekthez. Ez a legfontosabb talán, hogy igyekszünk megváltoztatni azt a képet, ami Mátészalkáról hosszú évek alatt kialakult. A fekete vonat és a sötétség. Így igaz, ezeket elfelejtjük, hiszen már nincs is fekete vonat több mint 30 éve, tehát ezt most már hagyjuk. A Gacsaj-Pesta sztori is, Mátészalka gyászban van, ismerik a dalt, az is jól hangzik, meg Gacsaj-Pesta egyébként főleg a hölgyek tekintetében egy nagyon rendes és jóképű fiú volt, de mi szeretnénk inkább másra irányítani a figyelmet rá. Ezt nagyon sokan tudják már, hogy 1888-ban Mátészalkán gyulladt fel először a közvilágítás fénye. Én hiszem azt, hogy nem csak a közvilágítás fénye az, ami először gyulladt fel itt Mátészalkán, hanem hiszem azt, hogy ezt a várost, ha sokat dolgozunk rajta, és úgy élünk egymással mi mátészalkai emberek, és szeretettel fogadjuk az érkezőket, akkor beragadjogja a szeretet fénye, a hit fénye, az egymás iránti türelem fénye, a jóisten fénye, minden, ami fény, és minden, ami jó.
És ezért mi egy Máté Szalka fényvárosa koncepció mentén kezdtünk el dolgozni, és az összes pályázatunkban ezt keressük, hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani. Tehát ez a kilátó is úgy fog megvalósulni, hogy egy ilyen szép fénykompozícióval majd, ami sötétben jól látható, és minden egyes projektelem, amit még a topos forrásokból igyekszünk megvalósítani, az ehhez a fényvárosa koncepcióhoz fog majd a későbbiekben csatlakozni. Egészen más, de kicsit talán a zöldvároshoz mégis kapcsolódik a kerékpárutak fejlesztése, hiszen óriási lépést tettek e téren is. Igen, itt is egy hiánypótló feladatunk van. Máté Szalka város önkormányzata ezt a pályázatot is elnyerte korábban, egy Máté Szalka nyírmeggyes kerékpárutat. Sajnálatos módon önerő hiány miatt ez is vissza lehet adva, mint ahogy a város rehab projekt. És ez azért különösen fájdalmas, mert egy turisztikai koncepció mentén épült volna meg ez a szakasz úgy, hogy gyakorlatilag Debrecentől, ugye most már, Szatmárnémetig el lehetett volna biciklizni. Na, mi ezt pótoljuk most a pályázatunkból, megvalósul a Máté Szalka nyírmeggyes szakasz, így Debrecentől Szatmárnémetig jövő év végén már biztosan el lehet kerékpározni, illetve nagyon-nagyon fontos a városban élők számára, hogy Máté Szalka nevezzük így négysávos utcai, mindenki tudja, tehát az átvezető forgalom mentén végig az Alkotmányúton, illetve a Járműúton összekötjük a Máté Szalka kocsort és a Máté Szalka jármű kerékpárutat, és gyakorlatilag így a város belsején most már biztonságosan lehet majd a fő útvonalak mentén közlekedni. Ami nem csak turisztikai szempontból, hanem a munkába járás szempontjából is, azt gondolom, pontosan, fontos. Pontosan így van, tehát ennek már egy kicsit gazdaságélénkítő funkciója van, és ezt a cégek vezérigazgatóival egyeztetve ezt nagyon komolyan gondoljuk, hogy kvázi ezzel is szeretnénk a munkavállalást elősegíteni. Polgármester úr, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, még tudnánk beszélgetni. Még tudnánk beszélgetni, igen. Köszönöm szépen én is.